Hello, hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. Ma nem egy francia lecke jön, hanem mesélek nektek egy kicsit. Elmesélem nektek, hogy tanultam meg ezeket a nyelveket, amiket beszélek, és hogy ne higgyetek azoknak a reklámoknak, amiket olvasok elég rendszeresen Facebookon is, meg máshol is, hogy egy vagy két hét alatt, vagy egy hónap alatt meg lehet tanulni egy nyelvet, mert az konkrétan nem igaz. Akármennyire szépen hangzik, és elvarázsló, és mit tudom én, és hú, még én se tudok megtanulni egy nyelvet egy hét alatt, vagy egy hónap alatt. Egy pár szót, annyi. Szóval, ha egy pár szó, az már egy olyan nyelvbeszélés, akkor oké, akkor azt jól adják el, de különben nem. Szóval, tudjátok, hogy Magyarországon születtem, azt nagyon sokan tudjátok már. És nem Magyarországon nőttem fel, és nem Magyarországon mentem iskolába. Belgiumban nőttem fel, és ott jártam iskolába. Belgiumban három nyelvet beszélnek. Beszélnek franciául, Luxemburg felé, beszélnek németül a német felé, nagyon kicsi fele, és beszélnek hollandul felfele a tengerpartnál. És én Luxemburg felé nőttem fel, szóval én franciául tanultam végig az iskolában. És Belgiumban az első nyelvet 7 éves korunkban kezdjük, szóval én kezdtem a némettel 7 éves koromban az iskolában a második nyelvemet. Vagyis a harmadik nyelvemet, mivel én már magyarul is beszéltem. Szóval én imádtam a németet, amikor kicsi voltam. De tulajdonképpen minden nyelvet imádtam, mert amikor odaérkeztünk Belgiumban, akkor nem beszéltem semmiféleképpen se franciául, sehogy máshogy. És elég nehéz volt, szóval mindig úgy voltam a nyelvekkel, hogy hú, én nekem mindenkit meg kell értenem, és mindent kell értenem mindenhol, ahova megyek, szóval azért lettem olyan, hogy nekem a nyelvek nagyon fontosak, és tulajdonképpen 14 nyelvet akartam megtanulni, amikor kicsi voltam. Hát, még nem tartok ott, még csak a felénél, körülbelül, mert a kínai az nem olyan izé. Nagyon sokat elfelejtettem, de mindegy. 7 évesen kezdtem a németet, utána 9 évesen kezdtem az angolt, de ez úgy, hogy amikor elkezd egy ember egy nyelvet, akkor végigcsinálja addig, amíg érettségezik, szóval 18 éves koráig. Utána 12 évesen, amikor bekerül az ember Belgiumba, gimnáziumba, akkor kezdtem el az olasz meg a spanyolt. Szóval 11 évet tanultam németül, 9 évet tanultam angolul, utána, ahogy mondtam, 12 éves koromban kezdtem a spanyolt meg az olaszt, szóval az megint 6 év spanyol, 6 év olasz. Aztán esti suliba jártam, amikor 12 éves voltam, minden este hétközben esti suliba jártam, nyelviskolába, ott tanultam luxemburgi nyelvet. Luxemburgiul? Azt lehet mondani, nem tudom. Na mindegy. Szóval ott tanultam a luxemburgi nyelvet, és plusz spanyol, olasz. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok éveken keresztül tanultam a nyelveket. Ez nem csak egy olyan dolog, hogy hú, tudod, 5 perc és megtanulod, és az úgy, bah, nagyon jó lesz. Nem, az nem úgy működik. És én úgy tanulom a nyelveket, még most is, hogy nagyon sokat beszélek magamban. Tudom, ez egy kicsit izén hangzik, hogy egyedül beszél, nincs egyedül a fejében. Az tényleg úgy van, nem vagyok egyedül a fejemben. Amikor az ember ilyen sok nyelveket beszél, akkor szerintem nincs egyedül a fejében. Tudod, ilyen értekezleteket csinál saját magával, és így megbeszéli a dolgokat így saját magában. Na szóval igen, amikor hallok egy új szót, akkor egyfolytában kimondom, és hangosan. Mert tulajdonképpen, amikor a fejetekben mondjátok ki a szavakat, az nem olyan, mint amikor hangosan mondjátok ki.
Mert amikor az ember a fejében beszél, akkor hú, mindent tud, meg mindent jól ki tud mondani, meg mit tudom én, de amikor hangosan kimondja a dolgokat, akkor teljesen máshogy hangzik, és valamikor nem is jön ki olyan jól. Úgyhogy nagyon fontos tulajdonképpen hangosan beszélni, amikor tanulunk egy nyelvet. Még akkor is, amikor egyedül beszélünk, mint én, saját magaddal. Szóval, igen. Úgy tanulok egy nyelvet, hogy nagyon-nagyon sokszor mondogatom a szavakat, nagyon-nagyon sokszor így beszélek magamban, és akkor, vagyis magammal, nem magamban. És így ezeket az új szavakat belerakom a beszélgetésbe, hogy úgy stimmeljen valahogy, legfeljebb az én fejemben stimmeljen. Stimmeljen. Mindegy. Aztán az is az igazság, hogy ez a sok év után azért még mindig csak így úgy beszél az ember, mert az iskolai tanítás az nem egy olyan, hú, mit tudom én milyen tanítás, hogy akkor elmész az országba és mindent értesz. Úgyhogy én éltem nagyon sok helyen, éltem Amerikába, éltem Ausztráliába, éltem Kínába, Thaiföldön, Mexikóba, nagyon sok helyen, Bécsben is. És hát igen, az is fontos, hogy az országban menjen az ember, és hogy ott tudjon beszélgetni az emberekkel. Tulajdonképpen az az igazi, tudjátok, ti is, biztos. Szóval ne bízzatok azokba a reklámokba, amik azt mondják, hogy egy hét alatt vagy egy hónap alatt megtanultok egy nyelvet, mert nem igaz. Nem igaz. Olyan nincs, hogy egy hét alatt megtanul egy ember egy nyelvet. Még egy hónap alatt sem. Sok szerencsét kívánok mindenkinek a nyelvtanulásban, és most, hogy mondtam, hogy ilyen sok év alatt tanultam meg ezeket a nyelveket, ne legyetek úgy vele, hogy akkor minek. Mert tulajdonképpen most, hogy tudom ezt a sok nyelvet, így mondjuk a franciát is 3 hónap alatt tanultam meg, mert ott voltam iskolába, és nem kellett sehogy máshol, hogy beszélnem, vagyis otthon igen, magyarul beszéltünk, de tulajdonképpen nem kellett sehogy máshogy beszélnem napközben, csak franciául. És amikor valaki egész nap csak franciául, vagy csak egy nyelvet kell, hogy beszéljen, akkor nyilván sokkal gyorsabban tanulja meg. Nekem 3 hónap elég, egy olyan környezetben, ahol reggeltől estig csak azt a nyelvet hallom, és csak azt a nyelvet kell, hogy beszéljem, hogy megtanuljam azt a nyelvet. De az nem úgy van mindenkinek. Attól függ, hogy mennyire imádjátok azt, amit tanulni akartok. Mert ez is egy másik dolog, hogy az, aki meg akar tanulni a nyelvet kényszerből, az soha nem fogja megtanulni. Hát így úgy, amúgy egy kicsit, de ennyi. Hogy valamit megtanuljon egy ember, azt annyira kell szeretnie, hogy csak úgy bemegy az agyába. Én a nyelveket imádom. Én hallok egy szót, és már is megjegyeztem. De ez csak azért, mert tényleg imádom a nyelveket tanulni. Szóval, ha nem imádjátok a nyelveket tanulni, vagy azt a nyelvet tanulni, amit tanultok, hát nehezebben fog bemenni a fejetekbe. Aztán az én magyar nyelvem azért ilyen, nyilván, mert én Magyarországon csak óvodába voltam, soha nem voltam iskolába, szóval veletek együtt tanulom a magyar nyelvet, úgyhogy nagyon sok mindent megnézek interneten, fordítókba, ilyenek. Például az a szó, hogy ige, meg ilyen dolgok, ezeket soha az életben nem hallottam azelőtt, mielőtt elkezdtem tanítani YouTube-on. Szóval van sok ilyen egyszerű szó, amiket nem feltétlenül értek meg magyarul. Hát igen, úgy beszélek, mint egy 6 éves. Vagy lehet, hogy most már annyira nem, mert veletek tanultam azért, én is egy picit, valamennyit. Én szerintem egy nyelvet megtanulni úgy kell csinálni, mint a kisbabák. Nem kell tudni írni és olvasni azt a nyelvet, hanem előbb kell tudni kimondani a szavakat, és csak utána kell tudni, hogy kell írni, meg olvasni a dolgokat, mert különben
főleg felnőttként, ha már tudtok írni és olvasni magyarul, ami abszolút nem olyan, mint az írás meg az olvasás franciául, így ugye az embernek az agyába úgy vannak összetéve a dolgok, hogy úgy olvassa, ahogy tanult olvasni. És azért nem szeretem így aláírni a dolgokat, amikor beszélek, vagy amikor tanítok franciául, mert szerintem, hogyha kezdő valaki, az nem egy olyan fantasztikus dolog. Aztán, ha olyan emberről van szó, aki már hozzászokott a dolgokhoz, és már egy pár nyelvet beszél, és most franciául akar tanulni, az megint más. Annak lehet, hogy segítség lesz, hogyha le van írva azt, amit mondok, de nem mindenkinek. És így szerintem sokkal jobb, ha úgy kezditek, hogy csak tudjátok kimondani a dolgokat, jól kimondani a dolgokat, még a eh betűt is. Aztán utána jön az, hogy mit, hogy kell írni. Remélem, hogy tetszett ez a kis mese. Nem sokára találkozunk egy másik, vagy mesén, vagy leckén, még nem tudom. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és nem sokára találkozunk egy másik francia leckén, lehet. Sziasztok! És különben itt vagyok ezen a fantasztikus helyen, Svájcban. Nagyon tetszik. Tudjátok, hogy mennyire imádom az ilyen különleges kis helyeket. Még akkor is, ha egy kicsit zajos volt itt filmezni, de nem baj, azért nézzétek, hogy milyen szép a kilátás. Sziasztok!